Egy kis előélet, hogy hogy csöppentem bele ebbe az egészbe. Én 9 évvel ezelőtt kezdtem el sífutni. Előtte édesapám válogatott sportoló volt, és ezért minden áron sportágozatos iskolába akart beiratni. És már általános iskolában én ilyen heti 8-10 órás sportoltam. Mindenféle sportokat, az volt az ő elve, hogy 13-14 éves koráig készségeket kell fejleszteni, nem pedig annyira erőt, állóképességet vagy ilyesmit, ezért mindent kipróbáltam, ami létezik. Volt, hogy egyszerre teniszeztem, közben már vívtam az akkori BVSC-ben, mellette már atlétizáltam és triatlonoztam. Tehát állandóan szerves része volt a sport az életemnek, és a futásban tudtam kiélni az ilyen gyerekkori sebeket, fájdalmakat, ami a nagyapám elvesztése, a szüleim válása, stb. Tehát szerencsére a sportba öltem bele mindezt, nem pedig javító életbe kerültem, mert az se volt szerintem annyira messze akkoriban. Tehát nagyon rossz lakótelepi gyerekek voltunk, azzal réten laktunk. Annál a szomszédokat forgatták, és mindenféle hülyeséget csináltunk. Aztán elvitt a sport, és úgy mondom, hogy ez egy jó irány volt. Igazából egy iskolai csapatnál kezdtem el futogatni, ahol egy év alatt egész jó formákba kerültem, és egy mezei futóversenyen fölfigyelt rám a Honvéd atlétikai szakosztálynak, mostani Iharosnak az egyik hosszú távfutó edzője, a dr. Urbán Ákos, és azt megkérdezte, hogy lenne kedvem atlétizálni az ő klubjukban. Lementem, és rá egy évre megnyertem a kismaratoni országos bajnokságot 10 kilométeren. És akkor nagyon úgy gondolkodtam, hogy nem hosszú távfutónak kell lennem. Aztán kicsit később rájöttem, hogy azért nem annyira egyszerű, mint az odáig tartott út, tehát például a felnőtt válogatottság nagyon messze áll tőlem, nemzetközi eredményekhez pedig valószínűleg soha nem lesz közöm. De azért még 18, vagy 17, vagy 18 évesen még egy korosztályos ezüstérmet elhoztam 2000 méteres akadályon. És utána beleuntam ebbe a latyapos alapozásba, a hosszú távfutóknál úgy novembertől egészen februárig tart ez az alapozó időszak, amikor minél több kilométert kéne gyűjteni ahhoz, hogy utána a következő szezon jól menjen. És ez nekem nagyon nem tetszett, és kitaláltam olyan 20-21 éves fejjel már ezen gondolkodtam, hogy hát mindenképp el kéne kezdenem sífutni, mert akkor nem a latyakban kéne szétzúzni a lábamat az aszfalton, hanem sokkal szebb tájakon lehetne sportolni. És akkor végül 22-23 évesen próbáltam ki először a sífutást, és nagyon meg is tetszett. Azt hozzá kell tenni, hogy alpesi simultam az volt, mert édesanyám nagy álma volt, soha nem volt síelő a családban, de nagy álma volt, hogy az ő fia, ha majd egyszer megszületik, az hadd síelhesse, mert ez egy gyönyörű sport. És 3 éves koromban már levitt a normafához, az akkori OSC-be, és egészen 12 éves koromig ott síelgettem. Tehát aránylag hamar ráéreztem a sífutásra, rá egy pár évre bekerültem az akkori válogatottba, mind a sífutó, mind a biatlon válogatottba, és onnantól kezdve IBU kupákon, ami a második vonal a biatlonban, és világkupákon, világbajnokságokon vettem részt. Aztán mit lehet még elmondani? Igen, a Vancouveri olimpia előtt volt egy nagyobb balesetem, elgázolt egy autó, a budapesti kerékpározás közben repültem egy tizenpár métert, a jobb térdem picit kinyílt, a jobb kéztőcsontom szilánkosra tört, és rá egy másfél hónapra már kezdődtek a válogatók, ahol akkor Taksi Imrével válogatóztam, és egyértelműen jobb volt. Végére a főbb válogatókon januártól februárig 4-ből 3-szor elvert, nem sikerült kijutnom, ami akkor nagyon fájt, de fölfogtam, hogy ez akkor ott az még. Valószínűleg az Imrenek kellett kijutnia, és gondoltam, hogy talán Szocsira majd ez összejöhet. És Szocsi előtt pont egy évvel, tehát tavaly áprilisban lesérültem egy pályán kívüli síelésnél Franciaországban, elszakadt a keresztszalagom. Ez egyébként pont akkor volt, amikor az Arctic Circle részre készültem, mert én igazából tavalyra kaptam meg hívást erre a versenyre, nem idénre. Csak mivel elszakadt a keresztszalagom, ezért kénytelen voltam visszamenni a versenyt, pedig már minden repülőt, minden a szervezők is elintéztek, meg én is megvettem magamnak.
az egy nagyon fájó dolog volt, de azt tudni kell, hogy tavalyi szezonban egy nagyon meleg tél volt Grönlandon. Tehát egyszerűen kétségbe voltak esve a szervezők, össze-vissza útvonalakat kellett kitalálniuk, és lapátolniuk kellett a havat a pályára, annyira nem volt jó Grönlandon. És a résztvevők pedig csalódottak voltak, hogy mínusz 5 fokban kellett aludniuk, a verseny pedig plusz 10-12 fokban zajlott. És ez egy nagyon szép jelenet volt, amikor kihirdették először a nőket, akkor kapott külön díjat a legidősebb résztvevő, a 100 km-es versenyre is kihívták az embereket. Próbálták húzni az időt, hogy mégis olyan hülyén néz ki, hogy ilyen nagy versenyen, ahol 160-an indulnak, két férfi áll majd a dobogón, mert a harmadik éppen kórházban van. De hát nem tudtak már mit csinálni, nem tudták tovább húzni, fölállt az első, fölállt a második. Fotók, minden már lassan jöhetnének le, amikor egyszer csak szaladva, üvöltve jön az összetett harmadik grönlandi srác, hogy várják meg. Itt van, látszott, hogy még a cipőjét se tudta bekötni, tehát úgy szaladt oda, picit remegett is a dobogón, még azért fázott, de mondta, hogy nem teheti meg, hogy amikor harmadik a ország a legnagyobb versenyen, akkor ő nincs ott. És látszott, hogy mindenki annyira örült, nagyon megtapsolták, tehát ő kapta a legnagyobb tapsot. Aztán még külön díjakat is kapott, tehát hogy egy igazi jó hangulatú eredményezés volt így. Happy ending-el. Említetted, hogy nagyon megkedvelted az inuitokat, magát Grönlandot. Egy magyarországi természetjáró számára mi az, ami igazán érdekes lehet, vagy különleges Grönlandban? Az lett igazán különleges, hogy teljesen volt. Az lett igazán különleges. Most a téli, én ugye inkább a téli dolgokra tudok mesélni, de hogy számomra az volt a verseny előtt és utáni napokon, hogy az volt a legszebb, hogy bementünk egy kis helyi Yamaha kereskedésbe, kibéreltünk egy motoros szánt, úgy adták oda, hogy igazából még egy személyt se kértek el, úgy vittük el ezt a több millió forintos motoros szánt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a harmadáért, mint amennyire Siófokon lehet bérelni egy lerobbant bringát a gyerekünknek. Ezt egész napra benzinnel minden el kell érteni. Elvittük, arra mentünk, amerre akartunk, kaptunk egy térképet. 3 kilométer elhagyva a várost már nincsen se térerő, se telefon, se semmi, tehát csak műholddal lehetne kommunikálni. Hát egy igazi vad környezet, ahol én egy nagyon szép sítúrát csináltam, egyébként arról is vannak képek. Fölmentem a várostól, ami a tengerparton fekszik, és az óceánparton, fölmentem a legközelebbi magas csúcshoz, amit a hotelből kinéztünk, egy gyönyörű háromszög. Annak fölmentem a tetejére, és onnan lesijeltem. Ami vonza a turistákat már most is, csak még nem olyan tömegesen, az, hogy itt a hónak teljesen más állaga van, mint Európában. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy asztalra ráraknánk egy kupac grönlandi havat, amivel kint találkoztam, és ráfújnék picit erősebben, akkor mint a vattal szállna mindenfele. És ebben, aki pályán kívül szeret síelni, ebben teljesen más síelni, mint az európai havakban. Nem beszélve arról, hogy ezek érintetlen lejtők. Tehát a helyiek nem is nagyon. Egy-két snowboard nyomot láttam, síelővel nem találkoztunk, és hát a fotókon is látszik, hogy milliónyi hegy. Ami számomra a legmeglepőbb volt, hogy itthonról nem nagyon néztem utána még, csak mondjuk egy éve kezdtem el kutakodni, milyen is lehet Grönland. Én úgy képzeltem, hogy ez egy végtelen nagy síkómező. Egyáltalán nem, tehát 3000-es hegyeik vannak, és ezt úgy kell képzelni, hogy már tengerszinten is tél van, tehát ott náluk nulláról indulnak a hegyek, nem úgy, mint Európában, hogy lassan már 1400 méter alatt is kell felejteni, hogy havazik. És ezek óriás hegyek, gyönyörűek, és általában az óceánba végződnek, ahol utána megkezdődnek a jéghegyek, meg a befagyott fjordocskák be a földrészek felé, tehát tényleg gyönyörű. Nyáron nagyon-nagyon sok állat van, tehát nagyon nagy a iszonyatosan érintetlen, úgymond az élővilág, pedig korlátlanul lehet vadászni még a mai napig Grönlandon. A trénszarvas például úgy lehet, az úgymond dúvad náluk, tehát túl sok van. De még úgy tudom, hogy bánát is vadászhatnak az inuitok. Megvan, hogy hány család vadászhat le egy bánát per év. De ők természetesen ezek az utolsó porcikáig felhasználják ezeket az állatokat, tehát nem pazarolnak, nem ölik őket halomra, nincs belőle biznisz sem, tehát kérdeztem vadászokat, hogy hány állatot ölnek, amennyit megeszünk, többet minek. El lehetne adni, de nem adják el. Tehát, hogy nagyon környezettudatosan gondolkodnak. Ennek ellenére azért persze
van, aki olajjal fűt, nem annyira jól szigeteltek a házak, de úgy tényleg odafigyelnek. Tehát számomra ez az úgynevezett angol nevezés, ez a backcountry síelés, vagy sítúrázás, síalpinizmus, ami szerintem egy meghatározója lehet a későbbi grönlandi turizmusnak a téli időszakban. Vannak egyébként olyan hajóutak, amikor hajón lakva megközelítenek fjordokat, ahol szép hegyek vannak, és a túravezetővel föltúráznak, lesíelnek. Ez egy félnapos, napos program, aztán a hajó mindenféle tengeri hertintjüket vacsorázhatnak, és ott alszanak. Találkoztam egy ilyen csapattal egyébként. Nagyon jó módú német turisták fizettek ezért az egy hétért, hogy egy hajón lakjanak, meg síelgessenek egy 4400 euró drágulással. Tehát ezért aztán különösen szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen helyre mehettem, ahova Bill Gates helisízni jár, mert lusta, én viszont nem szennyeztem annyira környezetet, mert egy kis motoros szánnal megkizelítettük a hegy lábát, aztán föltúráztunk a szlovén barátommal, és lesíeltünk. Tehát nyáron pedig még csodálatosabb lehet, hogy bármerre lehet hajózgatni, és ugye rengeteg állattal lehet találkozni, meg a növényvilág is valószínűleg fantasztikus. Tehát mind a fauna, mind a flóra az lélegzetelállító. Rovarokra nem nagyon kell számítani, mert elfagynak, hullancsink. Szép. De azért nagyon jó érzés volt visszajönni ide a tavaszba is látni ezt. Ide. Egyébként vax is volt nálam, ami, hogyha lecsúszott nagyon, akkor innen előkaptam, fölkentem a létszre, visszarakom. Tehát megirigyelték páran a zsákomat. Akarnak is rendelni majd. Mert tényleg jól működött. Így tudtam frissíteni. A kajálás az tény, tehát, hogy bevettem a megfagyott műzli szeletet, vagy valamilyen kis energiaszeletet. Én inkább egyszerű táplálékkiegészítőkkel mentem, tehát a zselé az tény, hogy ez megfagyott volna, azt nem is használtam. Kis műzli szeleteket betoltam az arcomba, próbáltam valami meleget ráinni, és hosszasan rákcsáltam, hogy valahogy lemenjen. És akkor semmilyen gyomor problémád, vagy bármilyen? Nem igazán. Negatív tapasztalat? Nem. Volt egy francia srác, aki a táborba kihozott egy jó másfél kilós sajtot. Egyik este még fondüstünk is a spiritus főzéken. Nem volt probléma, meg a szlovén srác hozott házilag főzött. Nem mondhatjuk pálinkának, mert ugye nem magyar, de hogy ahhoz hasonló szeszt. És akkor abból még azért egy fél kortot ittunk esténként. Nagy volna legyen. De ezzel jól átvészel. Az indulókészen az mennyire limitáltan mondott, hogy szinte egy meghívások alapon lehet csak olajuszni? Úgy van, hogy az első, tehát meghívnak minden évben, van egy büdzsé, hogy hány embert hívhatnak meg a szervezők, ők kapnak a szponzoroktól erre pénzt. És most idén 10 meghívott volt. 10 vagy 12 körülbelül. Tehát hívnak meg grönlandiakat is, például az előző győztesnek mindent ők fizetnek, akkor az előző dobogósoknak, helyezetteknek, és akkor próbálnak országonként egy-egy őrültet elcsípni. Összehasonlítva, Szibériában is szokott lenni egy biatlonverseny, ami tényleg a világ másik vége, és ott azért vannak ilyen problémák, tehát hogy amikor lehet tudni, hogy március végén szokott ott lenni a biatlon világkupa, akkor ki lehet számolni, hogy rá 9 hónapra ott jóval több gyerek születik. És ez nem pedig a versenyzők, de hogy a vaxmesterek edzők szezon végére teljesen kiéhezve ott megtörténik azért. Hát ez nem. Nem egyszer voltak ilyen történetek. Meg ott érződik is, hogy az oroszlányok azok teljesen akadnak rá mindenkire, szeretnének valószínűleg eljönni, és ez a legjobb módja, tehát ez picit olyan, mint amikor a Brazíliából úgy jönnek az a fehér ismerősök, hogy hú, hát imádnak minket is. Nem biztos, hogy titeket imádnak, csak... De itt mondjuk nem éreztem ezt, tehát itt semmi ilyen nincs, tehát bárkivel beszéltem, hogy szeretnek ott élni. A gép az oda ment egyből a nem, vagy nem. A nukba. Nem is nukba, hanem Aqualassa, azt hiszem az első egy ilyen kisöbből, már nagyon közel van Sisimuthoz, de ott van egy nagyobb reptér.
nagyobb, hát az is csak egy bódé, de hogy... És onnan egy kis 28, kis 28 személyes rotoros géppel. Jó volt. Egy kis lélekeztünk. Hát a leszálló is olyan volt, hogy először azt éreztük, mintha vízre szállnánk, aztán mégsem. Nagyon rövid kis. Semmi sem. Annak picike kis városok. Hát Sziszimiút is azt hiszem. Másik neve egyébként Holsteinberg, tehát Sziszimiútként nem találjátok a térképen. És az egy ilyen 2000-2500 fős kis város. Ugye egy Grönlandi nyertelvásod. Igen, igen. Szerintem mennyire számít a helyismeret, hogy... Itt szerintem számít. Számít. Tehát számít, hogy ő... Mennek, és mégse ők nyernek. Igen, igen. Tehát az furcsa volt, hogy a Kuzmina nem tudott nyerni. Mert ez a grönlandi lány, indulgat nemzetközi sífutóversenyeken, de rövidebb távokon ő nem olyan jó. És az érződött minden nap, hogy nagyon le volt maradva az elején. A nap végére úgy bepörgött, mintha valami transzba esett volna, tényleg olyan frekvenciával érkezett be a célba, majdnem mint a Peter Nortuk szokott. Tehát, hogy Kuzmina is ki volt egy picit akadva esténként.